5 perc kell, biztos. Már hogy végig menni? Ha jó. Nem mondod. Ez nem pici bunkja. Meghökkenni sem volt időnk, kísérőnk már is eltűnt a bunkerrendszerben. Pedig úgy megkérdeztük volna tőle, vajon mennyire fognak nekünk örülni, akik éppen elbújni akarnak a dohos falak között. A menekültek, az őket vezető vodicsok, az embercsempészek vagy a terror fegyveresei. Mert őket keressük. Ők viszont, ha valakit keresnek, azok nem mi vagyunk, nem a nyilvánosság. Egy tisztáson talán több esélyünk volna beszélgetni vagy menekülőre fogni. A szerb-magyar határtól néhány száz méterre a Szelvényi erdőben járunk. Kísérünk, Rafkó, ellenállóként nagyobb biztonságban van álnéven, eltökélte, hogy megmutatja, hogyan működik a szerbiai migrációs maffia, az ország egy darabját elfoglaló terroristákkal, a menekültekből hasznot húzó taxis maffiával, az uniós támogatásokat zsebrevágó szerb állammal, és a helyiek szerint szintén korrupt csendőrséggel. Az erőszakos migránsokból propagandakampányokat szervező szélsőjobboldali Kánon mérsékelt kormányok sorát buktathatja meg a jövő évi európai választásokon. Mert Európa kezd megtelni és kezdi elveszíteni a humánumát. Ezért fontos a valóság a szerbiai migrációról is. A 18 szerbiai befogadóállomás közül az egyik legnépszerűbb a szabadkai, ahonnan pár perces taxizás után elérhető a műszaki határzár. A központban csak férfiakat látni. A családok a környező fák alatt húzzák meg magukat. A jellemzően szír, kurd, afgán, török és marokkói menekültek között rengeteg a gyerek, a karonülőtől a kamaszig. Éjfél előtt a taxi ki a terep. Akik nem a határ felé igyekeznek, néhányan a társaságunkat keresik. Így tesz Hassan is, megrázó történetét arab-angol fordítóba gépelve. Hassan leírja, hogy a török csendőrségnek tűzparancsa volt, lelőhették volna őket. Kairallah Ahmed al-Havast, aki egy vakfiú volt, mellettük ölték meg, majd eltávolították a szerveit. Hassan azt szeretné, hogy a humanitárius országok vonják felelősségre a török hatóságokat a bestiális rasszizmusuk miatt. A háború menekültjei vagyunk, írja, nem a nincs telenségé. Menekültek vagyunk, nem tiltott tanok hirdetői, nem drogdílerek és nem szervkereskedők. A törökországi kurd Mustafa is rengeteg sérelmet sorol. A közelmúltig volt magyar börtönben. Mustafa 7 éve hagyta el Törökországot, problémái voltak a kormánnyal. Már megbánta ezt a döntését, ami az azóta történtek ismeretében talán nem csoda. Magyarországra szökött, de elkapták, általa nem részletezett okból őt is, társait is megverték. Börtönbe került, ahonnan iratok és pénz nélkül szabadult. 7 év a semmiért, hát hol vannak itt az emberi jogok, teszi fel a kérdést. Pénze nincs, a fiától várja a segítséget. Beszélgetéseink során rendre azt is tudakoltuk, mit gondolnak a migrációt újabban övező erőszakról. Az embercsempészek és terroristák gyakori fegyverhasználatáról, és azokról a talán kisebbségbe levő társaikról, akik egyre kevésbé rokonszenvesen, egyre fenyegetőbben közelednek Európa felé. A még oly makulátlan jó szándék, valódi elesettség is elutasításra találhat emiatt. Közben a taxik megállás nélkül szállítják a csoportokat a határa. Többükkel sikerült találkozni. A menekültek kevésbé beszédesek ezekben a pillanatokban. Az autó fényére sokan a bokrok közé húzódnak. Ez a szírcsoport is a műszaki határzár felé tart. Feszengve fogadják a kérdéseinket. Időre mennek a vezetőkhöz. A helyiek általános vélekedése szerint nem csak a taxis maffia és az embercsempész hálózat él jól a menekültek körforgásából, de a csendőrség sem patyol a tiszta. A zsandermári 10 marcona egyenruhása megállította az iménti szírcsoportot, percekig beszélgetett velük, majd távoztak. A
Az ideiglenes műszaki határzárat százak mászák át naponta, de többségük nem jut messzire. Ásotthalomnál másnap több csoportot tartóztattak fel. A rendőrök hajnal óta őrizték őket. Több kisebb létszámú csoport lett észlelve a környező erdős területeken. A járőrök által feltartóztatásra kerültek ezek a csoportok. Itt kialakítottunk a hátam mögött látható területen egy gyűjtőpontot a nagy létszámra való tekintettel. A feltartozott személyeknek a létszáma 158 fő. Most az zajlik, hogy érkezni fog ezért a csoportért egy szállítójármű, amit mi tornádónak mondunk. Erre fognak majd felszállni, de előzetesen ruházat és csomagátvizsgálást hajtunk végre ezeken a személyeken. Ne legyen náluk, vagy ha van náluk, azt elvesszük. Közbiztonságra különösen veszélyes eszköz, mint például kés, szúró, vágóeszköz, vagy ha van náluk bármiféle okmány, amivel lehet igazolni az ő személyazonosságukat, akkor velük szemben a rendész Szegeden idegenrendészeti eljárást fog kezdeményezni. Erőszakot a menekültek körében is tapasztalnak olykor. Sokan hónapok óta próbálkoznak, és egyre eltökéltebbek. Sajnos előfordult már ilyen, hogy kicsit agresszívabban léptek föl ellenünk, de igyekeztünk ezt megoldani a helyzethez megfelelően. Véleményem szerint a vonzerő határvadászok részéről folyamatosan nyilván kérdezzük, meg látjuk őket. Egytől egyig elmondható, hogy a állam határvédelme azt ők ezt így élvezik, ezt a feladatot. Hát nyilván főleg itt a Szeged határrendezeti kirendeltség tekintetében nem unalmas a munkavégzés. És töretlenül végzik a munkájukat, tehát szeretik, amit csinálnak. Úgy érzik, hogy van értelme a munkájuknak. A jellemzően ismeretlen személyazonosságú menekülteket, mint illegális határsértőket, szinte egész délelőtt fuvarozták a röszkei tranzitzónához. Javarészük bizonyosan nem utoljára jár magyar földön. Minden feltartóztatott határsértőről fénykép készül, de a cél nem egy adatbázis építése. Az aktuális egészségi állapotokat rögzítik a későbbi vádak és viták elkerülése érdekében. Munkájukat végző rendőrök és határvadászok és a jobb élet reményétől egyelőre megfosztott bevándorlók tették a dolgukat ma is. És ez holnap sem lesz máshogy. Nem most fogjuk eldönteni, hogy vajon a migráció szélsőséges populizmusa vagy Európa tétovázása miatt. Az államhatár őrizetét ellátók nem egyszer vannak veszélynek kitéve a szolgálat közben. A szideges biztonsági határzár mentén továbbra is jellemzőek az erőszakos cselekmények. Ez azt jelenti, hogy a illegális migrációt szervező embercsempészek az illegális biztonsági határzár szerbiai oldaláról fadarabokkal, kövekkel vagy olyan tárgyakkal dobálják meg a szolgálatban lévő kollégákat, amik sok esetben veszélyeztetik a testi épségüket, vagy a szolgálatban lévő gépjárművekben anyagi kárt keletkezhet.
ismét az embercsempészek és a hozzájuk igyekvő menekültek nyomában távol a lakott területektől. Olykor csak egy-egy embert látunk a romos majorsági épületek közé visszahúzódni. Mindannyiszor telefonálni kezdenek. Bezavarunk a migráció logisztikájába. Hello my friend. How are you? How are you? We are journalists. Szalek elmondja, hogy az életüket mentve menekültek el a szülőföldjükről, amelyet élhetetlenné tett a tálib uralom. Ő maga egyetemista volt, de egyre kevésbé tanulhatta azt, amit szeretett volna. Most mindannyian Németországba igyekeznek. Az éles hátával harmadszor próbálnak átkelni a határzáron. Az erőszakról azt gondolja, hogy bár néhányan használnak fegyvereket, de az ő csoportja nem tartozik közéjük. A határászkelés az egyetlen céljuk, semmi más. Szalek szerint nem a menekültek okoznak problémát Európának, hanem a maffia, néhány terrorista. Ők azonban nem csak Európának okoznak gondot, hanem a menekülteknek is. Elkapják őket, elveszik a pénzüket. Ők nem félnek, de életben akarnak maradni, hogy elérhessék Európát. A szerb csendőrség korrupciójáról az afgán fiú is hallott, de őt még elkerülte ez a drága élmény. A fegyverropogás mindennapos, a helyiek azonban ritkán látják az afgánnak mondott embercsempész terrorista bandákat. A környező erdőszélen élők azt mondják, a jobbára kalasnyikóval felszerelt őrök azonnal visszafordítanak mindenkit. És eszünkbe ne jusson oda menni. Ha csendőrség szár ki járőrözésre, akkor gyakran elülnek egy kerítésre, elütik az időt valamivel, majd elmennek. Rendőr az erdőrészt meg sem közelíti. Egy európai ország tűri el a területének az elfoglalását, még ha csak néhány négyzetkilométerről van is szó. Szürkületkor már erősen tanástalanok voltunk, bemenjünk-e az érintett erdőszelvénybe. Még ő rövid tanakodás után az indulás mellett döntöttünk. Előtte levettük az autónkról az éppen a védelmünkben felragasztott TV feliratokat, hát ha itt több eséllyel van közel kerülni a senki által, soha le nem fotózott fegyveresekhez, és nekivágtunk a földútnak. Ezt akarjuk? Mhm. Pont ez nagyon hülye. Ó, menjen, vannak bakik. Még hátrébb tolas, mert még nem tudok képet csinálni. Ezek a fegyveresek. Forduljunk meg. Gyorsan még. Lehet, hogy nem fog ez a jó történet lenni. Menjünk. Szólj neki.